Szép napot mindenkinek, ez itt a nyugat.hu Szombathely legrosszabb utcái bemutató sorozata, helyszínünk pedig a Nádasdy Ferenc utca ezúttal, amilyet többen is jelöltek erre a megtisztelő címre. Itt mellettünk, ahogy látjátok, a MÁV rendelőintézete van, itt kezdődik az utca, és a túlsó fele pedig a Hefele Menyért középiskolánál volt. Ez a szép hosszú utca, töménytelen mennyiségű repedéssel, lyukkal, mi egymással, csodálatosan néz ki. Néhány évvel ezelőtt egyébként a járdát azt megcsinálták, úgy, ahogy az még néz is ki. Valahogy nem tudjuk, hogy miért maradt el az utcának a felújítása, valószínűleg azért, amiért a többi is. Szép nagy forgalom van, nagyon sokan ezt az utcát használják a Vörösmarty utca alternatívájaként, mert itt nincs közlekedési lámpa. Annyi történt egyébként az elmúlt bejelentkezésünk óta, hogy lapunknak nyilatkozott ezügyben Nemény András polgármester és Horváth Csaba alpolgármester, és mind a ketten azt mondták, hogy rajta vannak az ügyön, tehát valami történni fog majd a Szombathelyi utca felújításokkal. És annyi még történt, hogy Hende Csaba országgyűlési képviselő a múlt héten bejelentette, hogy a kormány 435 millió forinttal támogatja a Szombathelyi út és járda felújításokat, hogy ez pontosan mit takar, mire lesz elég, tehát részleteket próbáltunk kinyomozni, de nem tudtunk még. Vissza fogunk térni az ügyre.